Nem szentség törés? Nem vagy? Szentség törés, ez, hát ez normális, normális úgyhogy. Jó, köszönjük akkor, hogy kinyomtattad. Így egy ilyen törökbecse a... Hát foglalkozunk ilyen fontos turizmussal is. És akkor... Hát akkor ajándékozni szeretnénk egy-egy ilyen a templomos táblát. Ha már nem tudtunk most kimenni. Igen, ezt a feleségem készít. Fantasztikus. Mindegyiknek van egy-egy ilyen ajándék. Úgyhogy... Ez akkor igazi kézi munka. Igen. Köszönjük szépen. Úgyhogy foglaljanak helyet. Üdítőt, sört, bort, pálinkát. Igen, most van a sok ülés után. Van jó házi pálinkán. És néztük. Úgyhogy rajtunk kívül itten, délvidéken nem tartja senki se fölháborítónak. És ez egy kicsikét elszomorító, de én mondtam is a török becsei atyának, hogy mi ezt nem fogjuk annyiba hanni. Mi akkor is kiálltunk, amikor nem volt szabad magyarkodni, mert 95-ben kimentek a török becseiek kitakarítani, semmilyen párt vagy érdekbű, illegálisan kimentünk, kitakarítottuk, elkezdtük ottan az aktivitásokat. Az Ertmann Feri még mögis lőtt fenyigetve ez véget, hogy ottan aktivitásokat folytatnak a pusztatelme, azért egy népet tönkre tönni, semmi is meg a múltját. Történelmét. A történelmét. El ki akarják sajátítani. Szerb papok akarják rábizonyítani, hogy ez szerb templom. Ugyanúgy, ha majd kimenjünk a Becsevárába, azt mondják, hogy az ezer éves hasznos várat, ami itt látható, 1091-ben említődik először a pápai tized Lajstromba, mint hasznos vár, hogy a Brankovics György építette, és a szerb vár délvidéke. Király adományként volt a Brankovics György kezében, mikor szógaként harcolt a magyarok oldalán, de el is vötték tőle. Mátyás király elvötte tőle, mert nem érdemülte ki azt a várat. De ők már azt is azt tartsák, hogy az övéké. Na most itt egy kicsikét furcsa dolgok történnek, és utána, amikor már leváltották a Milosevicet, amikor lehetett nyugodtan magyarkodni, akkor rögtön megalakult a Tordai Arasz Szervezet, az összes magyarországi pénzek mind hozzájuk mennek, nem tudnak elszámolni, mert ez a VMS-nek egy fantom szervezetje. Ugyanaz a VMS nem tartsa szentségtörésnek eztet, a püspök nem tartsa szentségtörésnek, hát akkor ebbe az erővel nudista strandot is lehet hát ottan benn csinálni. De ezt mi nem fogjuk megereszteni, mert tudjátok, hogy miről van itten szó? Hogy lehet, hogy ezek az emberek nincsenek érdekűve, lehet, hogy ezeknek nem szól ez semmit. Nem érzik meg azt az érzést, amit mi átérzünk. És egyszerűen mi nem fogjuk megereszteni, még hogyha a püspökség is, a nemzeti tanács se nem áll ki mellénk, mi akkor is, amikor nem volt szabad, akkor is kiálltunk. Hát most, amik most meg végképp fogunk állni. És föl kell hívni mindenkinek a figyelmet, mert mind ahogy itt a Siflis Zoli most itten emli, laza erkölcsök idejében, hogy nem húztam ki azt a mondatát, hogy hát ez a mostani időszakban, hogy ez nem is szentségtörés. Én szerintem, hogyha ezt mondom, vagy Koszovón csinálták volna meg valami szerb kolostorba ezt az albánok, hát alig nem kitört volna újra háború. Igen. Szóval nem akarunk háborút, de föl ezt kell hívni a közelkörsnek a figyelmét, mert itten, hogy klipöt forgatni, ide körülött logisztikai központ, ide körülött engedély, itten valaki állnak a háttér. Ez egy tudatos provokáció volt. Ez provokáció, és hogyha belegázolnak a szent helyeinkbe, akkor... elvették az iskoláinkat, elvették az óvodáinkat. Most nem akarik megnyitni Beodrán a magyar óvoda tagozatot, állítólag nincs elég gyerek, 3, habár vannak több mint 10-en, és van utánpótlás, mert megsemmisíteni az óvodát, akkor már automatikusan aki szerb jár, az ilyen kisgyerek, akkor hát könnyebb legyen neki, akkor szerb iskolába íratik, és ez tudatosan semmisítenek meg bennünket. Igen. De már hogyha a szent
szent helyeinket, emlékhelyeket is, igen, merik bántani, akkor mind leszünk a köröztös vitézők, akik meg fogják védeni. Mint annak idején, hogy mentek fél Európából Jeruzsálemot védeni. Igen. Úgyhogy mi Esztert vállaljuk. Na mostan Esztert csak úgy tudjuk elérni, mert itten nem kapunk semmilyen támogatást. Én a törökbecsei paptó, a beodrai paptó, akihöz itt a közelben van, az egyik összehajtott, a másik azt mondta, hogy nem szentségtörés. A püspök azt mondja, hogy nem szentségtörés. A nemzeti tanács, aki köllenagyitten közbelépő, megint azt mondja, hogy hát még eléggé jó is, jó néz ki, akkor kijön, forduljunk. Fordulunk a Magyarország, az erdélyi közvéleményhez, az európai közvéleményhez, mert ez tarthatatlan. Minimum, hogy a klipöt be kellene tiltani, és az előadó művész, ugye, bocsánatot, hogy kellene, hogy kérjem, hogy kikutassák, hogy kik állnak ennek a hát a mögött. Így mert ez az illető, ez nem tudja, hogy ez valójában hová is vezet, mert ugye oda vezették. Igen. Mutattam neki egy jó helyet. Na, ez jó, hát jó néz ki, valójában jó néz ki. Egy szerbiai vagy beográdi, aki nem is volt az életében itten. Egy gyökértelennek ez jó. Ezt, tehát valaki ide valósi vezet, ez valószínűleg, hogy mert itten törökbecsén a szerb liberális párt van hatalmon, mint az SZDSZ, hogy Budapesten törökbecsén ők vannak hatalmon. De menjünk már. És csak ezt elmondom, valószínű, hogy ők állnak ennek a hátterébe. Úgyhogy mi ezt fogjuk csinálni, és fölhívni a közvéleményt, bár ha más nem, én mondtam, minden turista, aki eljön törökbecsére, én egy ilyen cikköt kinyújtatok. Olvassák-e, és hogyha együnek imádkozni, akkor imádkozzanak ezeké a jámbor emberek, akik nem igen tudják, hogy mit cselekedtek, ahogy mondta Jézus. És a beszámolóba ezt is bele kell akkor vennünk. Na, de ez nagyon frilékmű az orosz. Az oroszok, szelesett oroszoknak az emlékére, hogy itt egy nagy ütközet volt körülbelül. De hát voltak itt 44-ben vérengzések is, meg kérdezték, hogy Zoli biztos, Zoli, nem jó kérdés. Voltunk a kocsiba, hogy az meg ott a Döbkútnál, meg itt van a cserépgyár, témagyár, itt égették el a magyarokat 44 után, amikor voltak vérengzések délvidékű, magyarokat, meg németöket, meg a Döbkútba, Sinterházba. Dobálták bele a Döbkútba, utána meg is szüntették azt. Bent a központba végezték ki őket. Ilyen paraszkocsival, mint ami nálam van az udvarban, ilyenre dobálták föl a fiatalt embereket, akkor vitték végig a falon. Jó estét! Jó estét, jó estét! Mondjad, igen, tehát? Hát most itt vagyunk a Hungária szobornál, törökbecsei Hungária szobornál, délvidéken egyetlen megmaradt Hungáriát szimbolizáló emlékmű, ami a 48-as honvédek honvai fölé lett állítva. A készítője Radnai Béla, és tavaly lett felújítva. Női alak vértben, a Szent Korona fején látható, és a pajzsként a címert fogja. Ez még Magyarországon is ritka számba. Lehet, hogy ha Pesten akarnának most ilyent állítani, mint a turult, akkor lehet, hogy tiltakoznának ellen. De hát nekünk itt maradt a temetőbe. Úgyhogy aki eljön törökbecsére ezt, vagy délvidékre, ezt fontos eljönni, megnézni. Érdekes, törökbecsén annyi látnivaló van, itt van az 1000 éves puszta templom, itt a Hungária szobor, itt az 1000 éves Becsevárának a romjai, itt van a Leiningen szobor, aki majd azt is megnézzük, törökbecsei, törökbecsén élt a felesége révén, mert felesége az idevalósi volt. Itt van a sóskopó, sóstó, ami egyedüli természeti adottság itten délvidéken. Olyan magas a só koncentrációja, amikor kiszárad, akkor olyan, mint a só sivatagba sétál. Úgyhogy érdemes eljönni. Itt van a gyönyörű Tisza, a Tiszai sziget. Az nincs meg, de valószínűleg a... Igen. Valószínűleg, mert turul állt a központba, hogy valószínűleg, hogy a pompú. Nem voltál itt? Dobták bele. Baba, hova szelesz, baba?
Győzte is? Na, na. Igen, volt. Itt a lajcsika, ha? Nézd a... Ezek már maguk émesének. Lemaradt, előbb visszafele van. Na, ott a sziget. Itt voltunk, itt láthatóak a falok. Innen föntrű. De a főgyűnök itt is látszódik, itt egy sánc rész. De a várnak háromnegyed része benne van a piszába. De figyú, nem itt csomagáztunk a... Igen. Itt volt? Itt. Hol volt a csata? Lőállás. Ha így van kívül keresztény, akkor nem csak magyarok voltak ezek. A friss tábla? Ez most lőtt állítva. Igen? De és kik állt? Ide terveznek a szervek is, hogy állítsanak, hogy ezt mink állítok. És ezt a táblát? Csak a táblát? Ezt? Tessék? Ezt kiállítottam. Ezt a valószínű, hogy a köztől. De ezt mink állítottuk? Hát tudom, hát hálom, én csináltam ezt a valószínűt. Mi betonoztuk itt a kettős köröszt, meg az Árpád sáv, aki összeteszi, azt tudja. 2004-ben állítottuk ezt. És most már át kellene festeni, csak kő festéköt vönni. Állította Aras 95 törökbecse. Festék rá csak. Hát igen, ezeknek a fáknak ez a hátránya, hogy nem az örökké valóságnak van. Kő azért jobb a kő, mert az tovább bírja. Nem? Igen. Na. Látod, ez 4 éve van, mi lesz ezzel 20 év múlva? Ha nem gondozzák, akkor tönkre meg. Na, ott is lássátok, vonul a Tiszába bele az egyik ága, meg erős. És ez vízvár volt. Itt látható volt egy civil betűs emlékmű, még látszik egy picikét, hogy piros-fehér zöldre valakit átfestett. Na, akkor még lesz itt, ha lemész. Mert én nem megyek, én nem akarok becsúszni, mert nem tudom milyen a... És arra körbe falaszták kövekkel, a közepiben meg láthatóak római kori téglákat dobáltak bele forró mézbe. És nagyon nagy jelentőséggel bírt az Erdély felé vezető utaknak a felügyelete Becse, majd később elnevezték Becsének, Becse és Becse kereke, nagy becskerek, becskerek, Becse kereke, az alárendelt vár volt, és itten, ezen a helyen a Tiszát is felügyelték, és itt volt az ezeréves törökbecsén, az ezeréves kompát átkelő hely. A törökök, amikor jöttek a csapataikval 1551-ben, szeptemberben, nagy becskereket átadták a várat, mert ott a szerb ródosok voltak, és kiegyeztek velük, hogy ne kelljen különböző adókat, kuluk, robot, tudod, hogy mögkímélék magukat, átadták a nagy becskereki várnak. Majd a Kuszta templomhoz érkeztek, az meg volt erősítve, de nem is tudtak mit kezdeni vele, mert az összes Puszta templomi lakosság, aki ott maradt, átvonult ide, a Becse várához, és itt abban az időben Fügedi Gábor volt, nem Brankovics György, meg itten ilyen történelemmagyisítók, amik mondanak, Fügedi Gábor volt a várkapitány, és a törökkel nem egyezett ki, az utolsókig védte a várat, és az utolsókig elveszett itt. Állítólag 3 török kájus van itt a Tiszában. Na most itten a várnak valószínű, hogy a nagyobbik része benne van a Tiszában. Ez a tiszai szabályzásra is, hogy fölemelték a vízszintet pár méterre. Nem itt folyt a Tisza. És nem itt folyt. A vártú Ari, mondjuk le úgy mondják, hogy fél Tiszáig nyúlik benne. De a Tiszának volt még egy ága, ami arról
folyt, és ez egy szigeten volt ez. Na most akkora nagy jelentőséggel bírt, hogy a karlócai békének, amikor írták alá a törökkel, az egyik kikötés az volt, hogy Becsavárát semmisítsék meg. Annyira tartottak tőle. És akkor rombolták le a, ugye, a karlócai békének az értelmébe ezt a várat, hogy ne emlékezzenek a törökök a rossz emlékre. Itt ütköztek talán meg először a törökök igazán a magyarokkal. Majd később vonultak fölfelé. Úgyhogy erről hallgattak, majd próbáltak ilyen cirilbetűs táblát felállítani, ilyen randalírozó magyar fiatalok átfestették, mit tudom én. Majd később oda felállítottuk azt a köröztöt 2004-ben, de akkor még ugye futotta a támogatásokból, sajnos pénz nélkül tehetetlenek vagyunk. Nagyon nehéz megkeresni, nem panaszkodni akarok. Én is vállalkozó vagyok, van egy kis fődünk, amiből bírunk, tengődünk, munkával bírjuk, de semmilyen szférából nem folyik be pénz. Amit bírunk, az kézzel fogható dolgokkal, ez máskülönben harmadik kereszt, állítottunk a puszta templomnál, amikor nem mert senki se állítani, állítottunk ott a sóskopónál egy keresztet, ott volt, de kommunisták ledöntötték, majd legközelebb megnézik. Az is ugyanebben a stílusban lett építve, meg a puszta templomnál is. Akkor teljesen ellepje a víz, ha kijönnek vissza. Igen, igen. És hát amikor van, ugye mi szoktuk itten átfesteni, csak festéköt venni, meg mit tudom én, de hát nehezkésen, de próbálunk itt a déli végeken a szórványba cselekönni. Az őseinknek a dicsőségére, mert hogyha mi nem cselekszünk, más nem fog. Nincs nemzeti tanács, nincs püspökség, nem számíthatunk senkire, csak igen, magunkra. Talán mink vagyunk az utolsó köröztös vitézők itt délen, a déli végekön. Úgyhogy ezt fontosnak tartsuk, hogy ebben foglalkozunk, és a kisfiamat is abba a szellembe fogom nevelni. Holló leszek a száraz jegenyén, de én mégis itthon maradok. De hogy a versben mondják. Úgyhogy ott van a Tiszai sziget. Néphagyomány szerint azt mondják, hogy olyan, mint a koporsó, ilyen hosszúkás, hogy a Zatillának a sír és a koporsója körül alakult ki ez a sziget. Úgyhogy itten elkezdtük ezt a falusi turizmust, rengeteg látnivaló van, úgyhogy érdemes eljönni, átélni az itteni emberöknek a sorsát, átélni ezeket a szent helyeket, ezeket a dicső múltunknak a bizonyítékát, amit hogyha mi nem adjuk tovább, más nem fogja senki se. És minél több embernek fontosnak tartsuk, hogy előjönnek, és utána bírunk bármilyen munkálatról beszélni, hogyha először a magyarságnak a tudatába beletápláljuk azt a puszta templomot, délvidékre elmenjünk, akkor ez ugyanolyan, mint Erdélybe elmenni, és nem elmenni a Csíksomjóra, ugyanúgy délvidékre elmenni, nem látni a puszta templomot. A délvidéknek a szakrális hely, legnagyobb szakrális helyét, és legtitokzatosabb helyét. De hát azt majd ottan fogom elmondani nektek. Úgyhogy, hát akkor most innen elmenjünk. Itt másképpen látszik a török becsei sétány, majd oda menjünk, de ott volt a pompát kelő, és akkor most elmenjünk, teszünk egy sétát Törökbecse központjában, megnézzük a Leiningen szobrot, amit jó, állítottunk. Másképpen mezőtúr, mint testvérváros, az adományozta Törökbecsének.